Köszöntöm a kedves nézőinket! Önök a két hetente jelentkező Komárom-Esztergom megyei magazint láthatják. Tartsanak velünk mai adásunkban is! Díjátadó ünnepség Esztergomban. Indián fejdíszekkel bővült a Tatai Múzeum. Olimpiára készül a megyei sportlövő. 60 éves a Neszmélyi képzőművész. Elkészül a pihenőpark. Átadták a Komárom-Esztergom megye gazdaságáért kitüntető címeket és a megye polgárőre díjat. A címek és díjak átadójára február 25-én a megyei kereskedelmi és iparkamara esztergomi székházában került sor. A kitüntető címeket 2004-ben alapította a megyei közgyűlés, a megye gazdasági fejlődését kiemelkedően elősegítő gazdasági szervezetek tevékenységének elismerésére. 1883-ban. Alapította a műhelyt Dén nagyapám. Lóner Gergely Tamás nyergesújfalui aranykoszorús asztalos mester nyerte idén a megye kézművese díjat. Ebben a családi vállalkozásban már a negyedik és az ötödik generáció dolgozik együtt. A kitüntetetteket Stein Balázs a megyei közgyűlés elnöke méltatta. Az elismeréseket közösen adták át a megyei közgyűlés alelnökei, a kamara elnöke és a térség országgyűlési képviselője, aki korábban megyei közgyűlési elnökként ezt az ünnepséget tartotta a megyénk legreprezentatívabb ünnepének. A legfontosabb ünnepségének tartottam a megyének, amikor a közöttünk élő kiváló cégeket, szakmák dolgozóit tudtuk díjazni. Mindig egy ilyen nagy seregszemle egyébként, amikor ezt össze tudjuk hozni. Remélem a jövő évben már túl leszünk ezeken a járványügyi problémákon, amelyekkel most küzdünk. És hát az is látszik itt a kamara számaiból, meg tevékenységéből, hogy hál' Istennek a gazdaság az újra lehet majd indítani viszonylag gyorsan, és remélem, hogy akkor már vissza tudunk a régi életünkhöz térni. A megye nagyvállalkozása kitüntető címet idén a lábatlani székhelyű Kalmit nyerte el. Az építőipari cég Lábatlanon egy égetett meszet előállító kemencével, Dorogon hidrátüzemmel rendelkezik, és ők a bérlői a lábatlani kőbányának. 88 óta több fejlesztésen mentünk át. Gyakorlatilag mai napra azt lehet mondani, hogy egy modern európai üzemmé nőtte ki magát a vállalat. Körülbelül olyan 4,5 milliárd forintos árbevétellel, 50 dolgozóval egy nagyon hatékonyan működő modern cég. A megye polgárőre díjat idén Bokros Gábor, az Eppöli Polgárőr Egyesület elnöke vehette át. A kitüntetettek díszes oklevelet kaptak, amelyet bronz emlékplakett ékesít. Az ünnepség zárszavában a kamara elnöke kiemelte, hogy a mai napon elismerésben részesülők esetében találkozott a választott élethivatás a tehetséggel, az ambícióval, de kellett hozzá a kapcsolatteremtő képesség is. Önök mostantól példaképek. Így zárt a szavait dr. Szerencsés László. Március 8-a és 22-e között minden intézménynek, így a város múzeumainak is zárva kell tartaniuk. A munka azonban nem áll meg a kulturális létesítményekben. A Német Nemzetiségi Múzeum a különleges néprajzgyűjteményét mutatta be zárt ajtók mögött. Bár zárt ajtók mögött, de fontos munkák zajlanak a város múzeumiaiban. A kulturális intézmények kiemelt néprajzi gyűjteménnyel rendelkeznek a világ különböző pontjairól. A Német Nemzetiségi Múzeum például a dél-amerikai indiánok tárgyait is őrzi. A múzeumnak a kiállítások és a közönség számára készített eseményeken kívül nagyon fontos feladata a tárgyaknak, amiket ide összegyűjtöttek, hogy évenként áttekintsük ezeket, úgymond revíziózzuk ezeket a tárgyakat, megnézzük, hogy milyen állapotban vannak, és az idei évben sort kerítettünk így évelején az úgynevezett egyetemes néprajzi vagy nemzetközi néprajzi gyűjteményünk áttekintésére. Ez egy kevésbé jól ismert, de már többször bemutatott része a Kunidomokos Múzeum gyűjteményeinek. Egy olyan néprajzi gyűjteményről van szó, amely a világ különböző pontjairól származó hétköznapi használati eszközöket és dísztárgyakat is tartalmazza. Ennek egy nagyon különleges része a dél-amerikai indián anyagunk, ami Boglár Lajos neves kutató, etnológus, kultúra és antropológus gyűjtéseiből került ide a gyűjteménybe. Egy közel 150 tárgyból álló gyűjteménnyel rendelkezünk tőle az ő kutatóútjairól, amelyek egy olyan kort jelenítenek meg, egy olyan időszakot jelenítenek meg, ami napjainkra szinte teljesen eltűnt, hiszen ezek az indián törzsek is a
globalizáció áldozataivá váltak, nevezhetjük így, és azt gondoljuk itt a múzeumban, hogy ezekkel a tárgyakkal most szeretnénk megpróbálni újra egy kicsit többet foglalkozni, egy kicsit mélyebben, hogy ezeket a tárgyakban rejlő ritusokat, kulturális elemeket jobban megismerjük. Például kezünkbe került egy úgynevezett manióka reszelő, amiről talán kevesen tudják, hogy a manióka a világ negyedik leggyakrabban fogyasztott tápanyag, nagyon magas kalóriatartalmú, tápanyagtartalmú étel, egy gumós növény, ami egyébként mérgező. És ha belegondolunk abba, hogy itt újra a karantén időszakban többen valószínűleg elővesszük a kenyér receptjeinket, és várjuk a kovászt, hogy éledjen, akkor egy kicsit gondolhatunk a maniókát reszelő indián közösségekre is, akiknek ahhoz, hogy meg elfogyaszthassák ezt a gumos növényt, előbb le kellett reszelni, majd egy préselés után a ciánt tartalmat ki tudták belőle vonni, és ebből készítették el a kenyérül szolgáló lepényeket, amit napi szinten fogyasztottak. És hát ezek a tárgyak nagyon fontos részét tudják képezni egy ilyen vidéki múzeumi gyűjteménynek, hiszen országos szinten is egyedülálló gyűjteményi csoportról van szó. Bár a koronavírus járvány jócskán átírta a sportnaptárat is, Pekler Zaránt megyénk fiatal sportlövője gőzerővel készül az előtte álló megmérettetésekre, és minden esélye megvan arra, hogy kvótát szerezzen a tokiói olimpiára. A sportolókat sem kíméli a koronavírus járvány. A komáromi sportlövőnek Pekler Zalánnak egy hónappal ezelőtt lett pozitív a tesztje, ami kihatott a felkészülésére is. Azonban két hét múlva már utazik új Delhibe, hogy a világkupán mérettesse meg magát. Bár ez nem kvóta szerző verseny lesz, de még akadnak olyanok a sportnaptárban, amelyeken kvalifikálhatja magát a tokiói olimpiára. Szerencsére könnyen átvészeltem ezt a vírust, és igazából egy hétig voltak csak tüneteim, azonban tényleg ez pont rosszkor jött, hogy egy verseny előtt, azonban a fizikai edzésekre ez igencsak kihatott, hiszen most nagyon visszavettem az elmúlt másfél hónapban a fizikai edzéseket, hiszen nem szeretném megerőltetni magamat, hiszen akár bármi veszély fennállhat ilyenkor. Május végén lesz az Európa-bajnokság Horvátországban, ahol mind 10 és 50 méteres versenyszámokban lehet kvótát szerezni. Sajnos a 10 méteres Európa-bajnokságra én nem kvalifikáltam magamat, azonban még 50 méteren megvan az esélyem arra, hogy akár ott kvótát szerezzek. Úgy gondolom, hogy most nagyon jó formában vagyok, mind 10 és mind 50 méteren, hiszen ugye készültem az indiai világkupára, és hát nagy reményekkel állok a következő versenyekhez. Nagyon örülnék, hogyha valamelyik versenyszámban esetleg egy döntős helyezést el tudnék érni, és hát ugye a döntőben akár bármi is lehet, és állok elébe bármi. Pekler Zalán felért a szintén komáromi Sidi Péter, valamint Péni István szintjére, sőt az októberi országos bajnokságon maga mögé is utasította mindkettőjüket. De vajon jelente számára ez bármilyen terhet? Igazából plusz terhet ez nem ad rám, inkább motivációnak fogom fel ezeket, hiszen nagyon örülök, hogyha bármelyiküket meg tudom előzni, hiszen mindegyikük egy szinte klasszisnak mondható a mi sportágunkban, és hát nagyon örültem, hogy tavaly ugye meg tudtam őket előzni az országos bajnokságon. A Nemzetközi Szövetség az áprilisi dél-koreai világkupát törölte, helyette hazai versenyen bizonyíthat a 20 éves sportlövő. Ugye mi szerettünk volna utazni Koreába is, azonban ugye jelenleg dél-Koreában 14 nap karantént kellett volna vállalnunk, hogyha kiutazunk, és hát ezt ugye semmilyen módon nem tudnánk vállalni, és hát azonban így a hazai versenyeken elindulunk majd, és hát megpróbáljuk ezt minden jobb felkészülés érdekében beépíteni. A kvóta szerzésre tehát még lesz lehetősége Pekler Zalánnak. Természetesen van esély arra, hogy kiüssek az olimpiára, de nem szeretném magamra pakolni a terhet már ilyen korán, és hogyha nem is jutok ki az olimpiára, akkor 2024-ben is lesz, és oda mindenképpen szeretnék majd menni. Aranyosi Szénási Attila idén 60 éves. A képzőművész többek között linómetszeteket és különböző grafikai eljárással készült képeket alkot. Aranyosi Szénási Attila Révkomáromban született, rajztanári diplomáját Szegeden szerezte, a Budapesti Múzeumi Igazgatóságon pedig általános restaurálást tanult. Csehországban elsajátította a porcelánfestést, amely tudását a hollóházi porcelángyárba kamatoztatta. Több helyen tanított rajzot, grafikát, jelenleg családjával Neszmélyen él. Aranyosi Szénási Attila idén 60 éves.
a képzőművész többek között linómetszeteket és különböző grafikai eljárással készült képeket alkot. Aranyosi Szénási Attila Révkomáromban született, rajztanári diplomáját Szegeden szerezte. A Budapesti Múzeumi Igazgatóságon pedig általános restaurálást tanult. Csehországban elsajátította a porcelánfestést, mely tudását a Hollóházi porcelángyárban kamatoztatta. Több helyen tanított rajzot, grafikát. Jelenleg családjával Neszmélyen él. Itt beszélgettünk vele. Már gyerekkoromban megmutatkozott elég hamar a tehetségem, és amióta az eszem tudom, mindig rajzoltam. Később aztán ugye festettem. 15 éves koromban karácsonyra kaptam egy ilyen festődobozt, ugye ecsetekkel, és akkor elkezdtem már komolyabban foglalkozni a festészettel. Na most a témákon belül nekem úgy van rendszerezve a dolog, hogy például madaras, realisztikus stílusban linómetszeteken csinálom a madárvilágot, ami természetesen ugye fehér-fekete. A linómetszésről csak annyit kell tudni, hogy gyakorlatilag ugyanaz, amit 500 évvel ezelőtt ugye a Dürerék csináltak, csak ők fába véstek. Tehát most már nem fába, hanem linóba vésünk. Akkor a másik világ, az ízelt lábúak világa, az volt most nem régiben egy nagyméretű kiállításon. Úgy kell elképzelni, hogy semmi ördöngőség technikában, egyszerű színes ceruzával, A4-es méreten a ízelt lábúakat, a bogarkákat rajzolom. Akkor a harmadik dolog, ami viszont nagyon érdekes, és abból elég kevés képen van, az pedig egy szürrealisztikus világ, a fáknak a világa. Na most ez a három valami módon összekapcsolódik, mert az ember megy a természetbe, ugye, akkor ki akar kapcsolódni, nem a lakótelepek közé, meg a nagyvárosok árnyékába megyünk, hanem a természetbe. Na most, milyen érdekes lenne ez a természet madár csicsergés nélkül, ugye? Tehát a természet, az erdők fő lakói, ugye a madarak, leszámítva a különböző nagyobb testű emlősöket. És a madárkák mit fogyasztanak? Hát ugye bogarkákat, ugye? Tehát ez a három mind másképp van megcsinálva, mind a téma más, ugye a technika más, a méret más. Hát ez az, amit csinálok. Na most, ezen kívül, főleg régebben, amikor így jöttem-mentem természetbe, rengetegszer szerettem megfesteni egy bizonyos tájrészletet. Például itt is látszik, ez például egy mocsai tájrészlet. Na most, ezen kívül, hát azért tudok én egy vágányon többféle dolgot egymás után egyszerre párhuzamosan csinálni, mert elég sok neves embernél tanultam és voltam kapcsolatban. Hát ezek közül legjobban szeretném ugye kiemelni Vazarelli Viktort. Ugye ő vele négyszer találkoztam, és az ő emlékére csináltam egy 100 darabos zebra sorozatot. Tehát ez is már több helyen ki volt állítva. Az is ugyanúgy linómetszetben van. Egy zebrát, tehát fokozatosan metszek ki, tehát úgy kell elképzelni, hogy az első kép az a sötét, a fekete, csak pár vonal van kivésve, ugye az a fehér. Akkor ezt befestékezem, lehúzom a nyomdagépen, utána tovább vésem, és ebből ilyen lépcsőzetes kis folyamatot lehet csinálni. Szóval ezek mint rajzpedagógiai munkák is nagyon érdekesek és megállják a helyüket, mert ebből tud a gyerek legtöbbet tanulni. Na most én mielőtt ezt csináltam volna, mert jött ez az ötlet, például, hogy megcsináltam a zebrákat, az egyik zebrát ugye baloldalról, a sötétebb változatot, a másikat pedig jobbról egy világosabb változatot. És ezt se igen láttam sehol csinálni, pedig egyedül ez a technika szól arról,
hogy ezt így meg lehet csinálni. Tehát egy rajznál ezt nem tudom megcsinálni, festményről még végképp, vagy akár egy hidegtűtőn, vagy valamilyen más eljárással, mert akkor előről kell kezdeni. Itt meg egyszerűen csak kimetszem, tovább megyek, és így lépcsőzetesen ezt meg lehet oldani, tehát ebből nagyon sokat tanulnának a gyerekek is. Tehát amikor több helyen tanítottam ugye rajzot, illetve grafikát, ilyen érdekes dolgokat tudtunk csinálni. Mindezeken kívül milyen technika van még, amit ki szeretne próbálni a pályafutása során így a jövőbe, ami még közel áll önhöz? Hát a technikában még egyet nem mondtam. Csehországban, Karlovy Varyban megismerkedtem a porcelánfestés technikájával. Ez volt a 1981-néhányos években, és amikor átjöttem Magyarországra, akkor a Hollóházi porcelánnál helyezkedtem el. És a Hollóházi porcelánnál festettem egyedi fákat. Tehát úgy voltunk megbeszélve ugye az igazgatósággal, hogy én saját stílusba, saját technikámmal, egyedi témákon belül fogok festeni, tehát ilyen egyedi porcelánokat készíteni. Ott is az volt az elképzelés, hogy kettő dolgot csináltam egy fajtából. Kettő dolgot, és akkor mondtam, hogy menet közben az egyiket el lehet adni, a másik az meg megy a mintaterembe szépen, és akkor így gyűlt össze az anyag, ugye, hétről hétre, holnapról holnapra, amit én csináltam, mert nem hiányzott, mert egy mindig megmaradt. Na most, ezt a porcelánfestést, mivel én már tudtam, Csehországban Osztényi Leandertől tanultam, ő nála voltam többször, Karlovy Varyban, és itt meg futtába véletlenszerűen összeismerkedtem a Szász Endrével. És akkor az ő munkásságát is ugye megismertem. Hát legjobban az ő emlékére, egy kicsikét ez ilyen, mint hogy szászos stílusban, de sajátosan van megoldva ezek a fejek, amik nekem nagyon tetszettek, amit ő csinált. Hát újba ugye szeretek kísérletezni, az az igazság. Az embernek mindig megvan, de nagyon sokszor ugye úgy jön, hogy az embernek van egy elképzelése, azon elkezd menni, elkezd dolgozni, és valami máshol összejön. Úgy, mint ahogy a tudós, ugye nem tudja, hogy ő csak kutatni akar, tehát keres valamit, és egész máshova fog eljutni, mert véletlenszerűen, szóval ezekben ez az érdekes, ugye, hogy ez az ösztönszerű munka, ez az elképzelés az ember csinálja, de amikor csinálja, akkor meg a munkafolyamat viszi őt előbbre, tehát ez ilyen jobbra-balra lépések, és akkor úgy tud az ember előre haladni. Szóval sokféle ember van. Én nekem az volt a kis hobbim, hogy volt egy kis pénzem, mindjárt vettem egy filmtekercset, és akkor amerre mentem, fényképeztem. Hát akkor még legalább egy 60 évet kívánunk, és köszönjük szépen. Köszönöm szépen.
Májusra elkészül a pihenő park Vérteskedhelyen. A részletekről és számos más beruházásról Tóth Jánost, a település polgármesterét kérdeztük. Májusra elkészül a pihenőpark Vérteskedhelyen. A részletekről és számos más beruházásról Tóth Jánost, a település polgármesterét kérdeztük. A beruházásainkra azért nagy mértékben rátette a nyomát a vírushelyzet, de szerencsére azért több sikeres beruházást is végre tudtunk hajtani. A topos beruházásokkal elkészült az óvoda felújítása, ami radiátorcseréket, napelemrendszert és udvari játékokat sikerült beszereznünk. Az udvari játékoknál még a régi vasrendszerű játszóteret sikerült lecserélnünk már egy korszerű, biztonságos játszótérre. Sikerült a több éves belvizelvezetési problémát megoldanunk az Adi utcába. Ez egy 15 millió forintos topos pályázatnak köszönhető. Itt beton mederlapokat kapott a meglévő földárok, tehát így a vizelvezetés most már a Battyányérig rendezett lett ebbe az utcába. És a Petőfi utca végén, ahol többször voltak pincebeázások, ott is sikerült megcsinálnunk egy üllepítő árok segítségével a víz problémát. A harmadik topos pályázatban pedig konzorciumban több településsel egészségházat újítottunk fel, amiben kialakítottunk egy fogorvosi rendelőt az egészségházban, aminek még a birtokba vétele folyamatban van a papírmunkák miatt, tehát ez még egy kis időt biztos, hogy igénybe fog venni, mire itt fogorvosi ellátás lesz. Magyarfalu program keretében az orvosi rendelőben, az egészségházban 1,5 millió forint értékben orvosi eszközöket szereztünk be. Most már a településünk is rendelkezik saját defibrillátorral, ami kint fog helyet kapni az épületen kívül, és amint a pandémia helyzete engedi, erre tanfolyamot fogunk szervezni. Tehát reméljük, hogy a lakosságból minél többen részt fognak ezen venni, és akkor egyre többen fogják tudni kezelni, és ezt az egyébként automata gépet, tehát mondja magyar nyelven, hogy mit kell csinálni igazából, tehát nagy probléma nem lehet, és most már legalább elérhető egy ilyen a településen is. Fel fogjuk tenni a mentők egészségügyi appjába is, mint helyet, GPS szerint, hogy az itt megtalálható, tehát a mentőknek is a szüksége van rá, ez bárkinek hozzáférhető lesz. A közterületek karbantartására sikerült eszközöket beszereznünk, egy új traktort, komplett felszereléssel, hótolóval, sószóróval téli munkára, nyári munkákra pedig fűnyíróval, ágaprittóval és egy uttakat tudunk takarítani egy ilyen seprőhengerrel. Ez 11 millió forint értékben volt. Ami a legfontosabb feladat és az idei évre is átcsúszott, az a falu közepén lévő park kialakítása. Ezt az önkormányzat körülbelül 2011-2012-ben vissza tudta vásárolni saját tulajdonba, mert ez magánkézben lévő park volt, és mégiscsak a falu közepén van, mi úgy gondoltuk, hogy ez legyen az önkormányzat tulajdona, és itt szeretnénk egy pihenőparkot kialakítani. Ez egy komplex pályázati rendszerbe több pályázat létrehozásával fog megvalósulni. Ami jelenleg készen van, az a parkoló térkövezése itt a bolt és a kocsma előtti téren. A kerítésépítés az még folyamatban van, itt az időjárás miatt tolódtunk, az idén már az is meglenne. A park első ütemében kivitelezésre került 2019-ben egy megnyert pályázatnak köszönhetően egy B-típusú sportpark, amit a Magyar Falu program keretében sikerült megnyernünk. Ez számunkra annyiban jelentett örömhírt, hogy 9 település kapott az országban B-típusút, a többiek kisebbet, és ennek a 9 településnek egyike Vérteskedhely volt. A LIDER pályázatban egy kerékpáros pihenő kerülne ott kialakításra, ez már ott van egy hatszögletű fa pavilon. Pihenőpadok lesznek, piknikasztalok, tehát itt meg tudnak állni pihenni. Vízvételi hely lesz, tehát ivóvíz minőségű víz lesz ott. A Magyar Falu program keretében sikerült a komplett járdarendszert
azt tavaly évben nyertük meg, ugye járdapályázatra ezt az 5 millió forintot anyagtámogatásra, ebből fog megvalósulni ott a járdaépítés, és egy másik magyar falu program keretében közterületi játszótér kialakítására, pedig az alsó harmadában, az alsó csücsökben pedig egy játszótér. A játszótéri eszközök két hete megérkeztek, fel vannak állítva, jelenleg várjuk, hogy meg tudjuk csinálni az esési talajt, mert ugye össze volt fagyva a homok, gyöngykavics, minden, nem tudtuk megrendelni bele, ezért egyelőre lezárva tartjuk, hogy nehogy probléma legyen belőle. És ha ezt meg tudjuk valósítani, akkor utána már csak a kerítésépítés, a kandelláberek, és ott is kamerarendszer lesz. A kamerarendszerben még annyit szeretnék elmondani, hogy most a 9 kameránkat sikerült 11 kamerára bővíteni a településen. És én azt gondolom, ez egy 600 fős falu, aminek van 4 utcája, ez szerintem most már lefedi az egész települést. Tehát amit észre is veszünk, mert azért bűnözés szempontjából gyakorlatilag nulla a településen a bűnözés. A lopás, átmenő forgalmat tudjuk figyelni, többször vitte a rendőrség a felvétel. És még itt a parkba elhelyezésre kerül 3 kamera, ezáltal szerintem az egész települést most már a kamerarendszerrel le is fettük, tehát ezzel is javítva az itt élők biztonságérzetét. Ahol kritikus volt a közvilágítás, ott plusz lámpatestet helyeztünk fel, hogy ezzel is segítsük a közlekedést éjszaka. Mikorra készülhet el a pihenőpark, és a jövőben, idei évben milyen tervek, beruházások vannak még a Tarsolyban? Terveink szerint május végére fog elkészülni ez a pihenőpark. A kerítésépítés az egy hónapon belül meg lesz, mert ugye szeretnénk azért körbekeríteni az egész területet a gyerekek biztonsága érdekében is, mert azért ez egy elég nagy átmenő forgalmú út mellett helyezkedik el. Tehát bejárata a főút felől nem is lenne a játszótérnek, vagyis a pihenőparknak, hanem csak oldalról, mellékutcából lehetne megközelíteni két bejáraton. Tehát ezt mindenképp meg kell várnunk, hogy az üzemeltetést, vagyis hogy át tudjuk adni a lakosság részére. Ugye a közvilágítás meg a járdarendszer, ez is egy-két hónapon belül elkezdődik a kivitelezés. És akkor így reméljük, hogy május végére komplettan a fásítással mindennel együtt át tudjuk adni. Az idei évben igazából ez a fő prioritásunk, hogy ezt befejezzük, tehát ezt minél előbb szeretnénk átadni. A másik pedig Magyar Falu program keretében az idejében szeretnénk a művelődési házat még egy kicsit felújítani, korszerűbbé tenni. Ennek alapján a hátsó udvarban van egy beton teraszunk, amit szeretnénk fedetté tenni, egy színpadnak kialakítani. A lenti részben pedig pihenőpadokkal, és a vizes blokkot szeretnénk mindenképp rendbe tenni, mert az még úgy elmaradt a felújítások során. Ugyanez elmondható az óvodában is, ott is most már 2005-ben megtörtént az épület teljes szigetelése, nyilászárócsere, tavaly évben, tavaly előtt a topos pályázatnak köszönhetően megtörtént a fűtésrendszer cseréje, az udvari játékok cseréje, mint említettem, és ebben a napelemrendszer is felkerült. Az idei évben a BMS pályázatban, amit a belügyminisztérium már kiírt, folyamatban vannak a pályázat előkészítései. Szeretnénk beadni még egy vízvezeték, szennyvízvezeték cserére, és egy komplett villanyvezeték cserére mindenképp, mert ez most már az épületben elég elavult, és egyre sűrűbben jelentkeznek ezek a problémák. Tehát ebben szeretnénk most pályázni az idei évben ez a kettő, a művelődési ház, igazából az óvoda, és az óvoda így most már teljesen komplettan kész lesz. És én azt gondoltuk még ezelőtt pár éve, hogy nem biztos, hogy érdemes az óvodánkkal foglalkozni, mert 6 szemgyerek járt az óvodába. A mai nappal 24 beiratott gyerekünk van, tehát én azt gondolom, hogy megérte foglalkozni ezzel az épülettel, megérte felújítani, és ami szerencsések vagyunk, ami még elmondható, hogy szerencsések vagyunk, ugye bent vagyunk a falusi csokban is, tehát jelen pillanatban se nagyon tudunk eladó ingatlant a településen, tehát villám gyorsan, amint van eladó, meg is vásárolják, tehát én úgy gondoljuk, meg azt is vesszük észre, hogy ez a falu jelenleg népességileg egyre több, tehát nem esik vissza, ezért érdemes a művelődési házzal is foglalkozni, mint kulturális térrel,
Ugye a könyvtár az folyamatos fejlesztés alatt van, ott a megyei könyvtárral vagyunk megállapodásban, és az idei évben már foglalkoztatunk, pontosabban a művelődési intézet foglalkoztat egy főállású művelődésszervezőt, aki azért fogja szervezni a programokat, reméljük, amint lehetősége lesz rá. Akkor az idei évben még a Magyar Falu Program a művelődési ház mellett beszerzésre fog kerülni egy falubusz, régi lecserélésre kerül, ezzel a busszal oldjuk meg a településen a szociális segítést és az óvodai étkeztetési feladatokat is. A megyével kapcsolatos további hírekért és információkért látogassanak el a www.mimegyénk.hu weboldalra, valamint kövessék a Komárom-Esztergom megyei magazin YouTube csatornáját is. Friss hírekkel legközelebb 2 hét múlva jelentkezünk. Vigyázzanak magukra és egymásra is. A viszontlátásra! Készült Magyarország kormánya megbízásából, az Európai Unió támogatásával.